A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke és a világ leggazdagabb klubjai közül kettő is érintett lehet a pénteken kirobbant botrányban. A Football Leaks értesülései szerint ugyanis Gianni Infantino még az Európai Szövetség főtitkáraként szemet hunyt a fölött, hogy a francia Paris Saint-Germain és az angol Manchester City kreatívan könyvelje elhirdetési bevételeit. A párizsi klubnál a Katari Turisztikai Hivatal szponzorációját értékelték évi 100 millió euróra, miközben egy független vizsgálat szerint az maximum pár millió euró értékű lehetett. Manchesterben a budabi szponzorok pénzeivel trükköztek hasonlóképpen. A két klubnak ez azért volt előnyös, mert így papíron teljesítették a pénzügyi fair play szabályait, melyek a kiadásokat a bevételekhez igazítják, és megsértésük akár nemzetközi eltiltással járhat. Ráadásul olyan játékosokat igazolhattak, akiket egyébként nem vásárolhattak volna meg. A két egyesület az akciót lejáratásnak tartja.